kikerül egy poszt, ami éppen lehet egy újságíró által írt cikk, vagy lehet az, hát sajnálatos dolog is, mondjuk egy baleset, ugyanis folyamatos összeköttetésben vagyunk a katasztrófavédelemmel is, a rendőrséggel is, akik a különböző ilyen dolgokról értesítenek minket, ami például baleset, vagy tegnap ugye a viharos szélben rengeteg káresemény történt Fejér megyében, úgyhogy ezeket is mi folyamatosan közzétesszük. És innen én tovább húzom a korrektorokhoz. A korrektor ugye az azt csinálja, hogy elolvassa az egész cikket rajtam kívül, és helyesírási szempontból végignézi. És neki az összes hibát ki kell szűrni, hogy milyen hibákat ejtett az újságíró. Akár elégszülőnös tévesztés, akár mondjuk 3B-vel írt, tehát lehetnek mindenféle ilyen hibák. Ezeket ő kiszűri, kijavítja, és utána megy egy következő rovatba, ez a fotórovat, ahol a fotót úgy dolgozzák fel, hogy az nyomdakész legyen. Tehát a nyomda nem tud bármilyen fotót kinyomtatni, azt átalakítani nyomdakészé. És ha ez is megvan, akkor a legvégén átmegy az imprimába. Az imprima ez egy olyan rovat már, ahol a főszerkesztő helyettesen nézi meg az oldalt, és igazából ő mondja azt, hogy akkor ez így jó, mehet a nyomdába.